Nevezték már Mr. Siófoknak, a Siófok FC Sir Alex is, de ő még ennél is többet jelent a Balatonparti klubnál. Volt már vezetőedző, pálya és kapusedző, szertáros technikai vezető, állítólag a klubház kazánját is egyedül ő tudja kezelni. Ő Horváth Károly, aki 1966 óta áll a csapat szolgálatában. 1981-ben kerültem a felnőtt csapathoz közvetlen közel, olyan értem, hogy Szőke Miklós, akit szintén a nagy tanítóimnak tartok és a Szöke Miklós kérésére lettem egy személyben, pályedző, kapusedző, technikai vezető, akkor is egy kis voltunk, most is, azok vagyunk, és egy a feladat hogy ott egy emberre hoztották ki, és az én voltam. És akkor elkezdődött egy olyan menetelés a 80-as években a Siófoknál, hogy először a területi bajnokságot nyerte meg a csapat, majd az MB2-be is nagyon jó szerepelt, és volt egy olyan problémánk az MB2-ben, hogy jogosulatlan a játékért nem lehetett nem lehetett volna szabad játszhatni 3-4 játékost egy, nyári felkészítési mérkőzésen. Ez megtörtént Siófokon, és ezért a csapat mínusz 4 ponttal indult az MB2-be. Ez egy olyan dacot váltott ki mindenkiben, mert jogtalannak éreztük az akkori büntetést, hogy ennek ellenére a csapat negyedik lett az MB2-ben, és egy nagyon jó magalakult már ki, ahogy említettem a területi bajnokságban is, ez a Bódi Virág, Horváth László, Korszak volt, és ezek a játékosok el akartak jutni a csúcsra. Jó labda, Szabóna, Bódi jól ad be. Gól! Kovács újabb hibájából, horvát, a sokadik lehetőséget kihasználva. Kovács kétszer hibázott, mindkettőből gól lett. Nem egészen kettő és fél perc van hátra. Nagyon szép labda jobbra. Ügyes legorítás. Bódi beadása megváltoztatja irányát Milén. Kovács nem lép jól közben, lábbal próbál érteni és Horváth! Horváth egy góljával, Siófok, Rábaetó, 2-1. És ebben a pillanatban megtörtént az egyedülálló nagy csoda, a Magyar Népköztársasági Kupát a Siófoki Bányász csapata nyerte. Az MNK siker, amikor már nagyon jó közösség kollektív alakult ki, nagyon jó játékosokkal, és az esélytelenek nyugalmával léptünk pályára az összes mérkőzésen, amikor sikerült újultunk a Tatabányán a Ferencvároson, és ekkor következett a győri mérkőzés. Én azt mondom, hogy motivációba tudta a Siófok legyőzni a Rábertót. Itt mindenki, játékos, edző, vezető, szurkoló, a motiváció, százszerzős motiváció volt mindenki részéről, hiszen ezért ürült ki majdnem a város. A mérkőzés időpontjára mindenki, aki tehette Székesfehérváron volt. A játékosoknak soha visszanemtér alkalom volt arra, hogy magyar kupát nyerjenek, hiszen eddig előtte Magyarországon más osztályú csapat nem nyert kupát, ki lehetett jutni a nemzetközi porondra, akkor még a játékosoknak nem az járt a fejük, hogy azután egy jobb szerződést fognak kapni és elmennek máshova. Ez bizonyítja azt is, hogy abból a csapatból szinte nem igazolt el senki, a kupa győztes csapatból, tehát a következő évben is itt maradt, és utána, mintha megnyerték a kupát, ezután sem szállt el senki, se edző, se vezető, se játékos, mert a következő évben bizonyította ezt, hogy bejutott a csapat az első osztályba. Emlékezetes, de rövid időszak volt a csapat életében a 90-es évek elején a német idézőjeles befektető Eduard Geier szerepvállalása. Most azok, azok, azok jutnak eszembe, hogy mi akkor már átéltük azt, amit most egy-két csapat átél, akinek külföldi tulajdonosa van, és akik utánunk lett külföldi tulajdonosa, nálunk is nagyon jó volt minden két hónapig, aztán utána minden visszakerült a régi kerékvágásba, megszűntek a kiemelt fizetések, megszűntek a támogatások, örültük, hogy be tudtuk fejezni a bajnokságot. Én azt mondom, hogy az akkori vezetésnek ez egy nagy kaland volt. Azért mondjuk el, hogy milyen nevek játszottak akkor itt, ugye hát, szegény Fodor Imre, Hát igen, válogatott játékosok. Gregor, Gregor Düró, Fischer, Fodor, Duro, Máriási, Kálmán Attila, Marozsán Ez egy igazi sztárcsapat. Hát igen, igen. A igen. A németek úgy gondolkodtak, hogy centerből kell kettő, minden posztra két játékos, ha kell, akkor válogatott, kell, akkor két gólkirály, stb. 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 De hát ez nem volt egy megfelelő koncepció, az biztos. Főleg a pénztárcának kellett volna bírni, de hát ez hamar elfogyott, és hát ez óriási csalódás volt, akkor megint maradtunk itt a helyek. többek között ugye én is, akkor most innen hogyan tovább. Hihetetlen, de igaz. 2004-ben a Balaton FC szőröstől-bőröstől Diósgyőrbe költözött. Egy valaki persze, a kapitány, a süllyedő hajon, vagyis a Balaton partján maradt. Az ember általában szokott könnyezni vagy sírni, főleg örömében, hogyha nagy eredményt ér, ugye beszéltünk itt az LNK mérkőzésről, hogy az embernek köncsódult a szemében, amikor megnyerte a, a kupát stb. És de hát itt, amikor ilyen szégyen előfordult, hogy olyan tulajdonos volt a klubnál, aki még idézőletével a lábtörlőt is elvitte innen, és nem beszélve, hogy a csapatot pedig végül Balaton FC néven Diós üzemeltették, és itt, maradt a, itt maradtam úgymond teljesen egyedül, se vezetők, se tulajdonos, se csapat, és megesett az a dolog siófokon, hogy 1990, vagy Bocsát 2004 bocsánat, 2004-ben, 2004-ben, és a 2005-ös bajnokságban nem volt a siófoknak felnőtt labdarúgó csapata. Itt maradtam hat korosztályos utánpótlás csapattal, és az jelentette siófokon a futballt egyedül, és hát egyetlen egy menekülési út volt, hogy valamilyen úton, módon siófokra felnőtt csapatot kell, hogy hozzunk, ahogy elvitték tőlünk, Ö, ugyanúgy próbálkoztunk mi is mással, azt végül kikötöttünk a Bodajkon, és a bodajkal sikerült megegyezni, és az akkori tula Bodajki tulajdonos Nemes Ferenc úrnak köszönhetően visszakerült Siófokra a felnőtt labdarúgás mb 2 be és láss csodát! A siófokiak szinte a nulláról újrakezdve 2010-ben egy csodálatos tavaszi meneteléssel feljutottak az élvonalba, és azóta is az mb egy szegény legényeként ott küzdenek. De vajon a mester fejében sohasem fordult meg, hogy elég volt, hogy feladja ezt az egészet? Mindig azt éreztem, hogy ha kilépek ebből, akkor itt vége van mindennek. Ha, hagyok, ha hagyom ilyen szerencsélókat itt érvényesülni, akkor is vége van mindennek. Így jobban jár a siófoki futball, hogyha egy ember csinálja, és az nem elsősorban a pénzét csinálom, azért, hogy életbe tartsa a siófoki labdarúgást. Most úgy érzem, hogy szerencse is kellett hozzá, hogy ez sikerült. Elsősorban, hogy olyan háttér kell nekem, ahol ezzel biztatnak, ezt itt a családomra gondolok elsősorban és mindig azt szoktam mondani, hogy addig soha nem adom fel, és nem adhatja fel senki sem, eddig a Balatonban víz van. Az álmom az lenne, hogy egyszer betoppanna ide egy olyan meccinás, aki azt mondaná egyszer, hogy na, akkor hány játékot szeretné venni, milyen posztra kellene erősíteni, és biztosítom hozzá feltételeket. Hát ilyen nincs, és ezért kell, és ez motivál, és ezért kell, ami lehetőségem van, abban lehetőleg jobban megoldani.